Igen jó előjelekkel várta a Sunshine-ig se a Gyula elleni találkozót, hiszen mind a bajnokságban, mind pedig a HEP kupában maga biztosan menetel Kovács Tibor együttese. A vendég gyulaiak pedig előzetesen nem ígérkeztek túl nagy falatnak, a győzelem elvárható volt a Nyiksétől. Annyira egy házikosarasok azonban nem vették félváron a mérkőzést, teljes játékerővel képviseltették magukat a pályán, és az első negyedben már 23 pontos előnyt szereztek. Savic és Asztalos aztán pihenőre vonult, az előny azonban tovább dagadt, 42 pont is volt már a különbség a Nyiksa javára. A harmadik negyedtől még több fiatal kapott lehetőséget a bizonyításra és a tapasztalatszerzésre, ez a játékképén is tükröződött, hiszen fentebb jött a Gyula, bár hátrányát nem volt esélye ledolgozni, csupán 31 pontra faragni, így a vége 103-72 lett a Nyiksa javára. A pontszerű eredmény azt mutatja, hogy sima mérkőzés volt. Igen, az is volt lényegében, de nagy tanulságú szolgál mindegyikünk számára, vezetők, edzők, játékosok számára ez a mérkőzést, mert eddigi mérkőzéseken a csapat úgy játszott, ahogy úgy elvártuk. Itt is volt egy fél idő, ahol a megfelelő szerkezetben és a megfelelő játékosokkal teljesítettük az elvárt kívánalmakat. A második fél időben szerettünk volna, lehetőséget is adtunk azoknak a játékosoknak, akik eddig kevesebbet szerepeltek, olyan poszton bizonyítsanak, ahol esetleg későbbiekben tudunk rájuk számítani. Hát finoman fogalmazva döcögött a szekér, de ezből tanulnunk kell mindegyikünknek. A következő mérkőzésen egy igazi rangadó vár a Nyiksa csapatára, hiszen a tavalyi második, a Cegléd lesz az ellenfél. Tudjuk, hogy milyen ellenfél vár ránk, azt tudjuk, és ezt azt gondolom, el is mondhatjuk, hogy hazai pályán mindenféleképp szeretnénk nyerni, de a realitás azt mutatja, hogy egy nagyon jó csapat, és talán tőlünk csapatilag, mert egy-két játékos nálunk is azért tapasztalt, és sok mérkőzésre megjárt, és nagyon jó játékos. A maga korosztály és osztályában viszont az ellenfélnél sok olyan játékos van, aki NB1A-ban, illetve NB1B-ben szerepelt nagyon sokáig. A tudás, illetve a tapasztalat csapatszinten az ő irányukban mutat, viszont ez csak egy dolog, mi szeretnénk úgy készülni, meg úgy teljesíteni, hogy ezt felborítsuk, ezt a jellegű papírformát. Aztán Sennyik se pénteken este fogadja a hazai pályán a Cegvédet.